A Honvéd Kórházban ápolják a Börgöndi repülőgép baleset sérültjeit. Az intézmény híradónkkal azt közölte, hogy a két súlyos sérültnek 8 napon túl gyógyuló, másod, illetve harmadfokú égési sérülései vannak. Az állapotuk jelenleg stabil. Közben tovább folyik a vizsgálat azzal kapcsolatban, hogy miért zuhant le a kis repülő. Több néző is készített felvételt a mobiljával arról, ahogy az 50-es években gyártott T-28-as Trojan típusú amerikai katonai kisrepülő az Orsó nevű műrepülő figurából kiérve a földbe csapódik és azonnal berobban. Ezen a képen pedig már azt látni, hogy mi maradt a lezuhant gépből, amelyen tulajdonosa a Rózsavölgyi Vilmos és fia Árpád utaztak. Esélyük sem volt a túlélésre, pedig mindketten tapasztalt, szakmailag elismert pilótáknak számítottak. Igazi belevaló. Vályi István, a Speedzone főszerkesztője, a tragédia előtt egy nappal még találkozott Rózsavölgyi Vilmossal, aki, mint mondja, imádta ezt a repülőt és az utolsó csavarjáig ismerte. Drámainak nevezte, hogy előző nap még sikerrel mutatták be ugyanezt a manővert. Ezeket a fotókat pedig közvetlenül a tragédia előtt készítették. Minden gép máshogy viselkedik, ez egy alsószárnyas, nagy, nehéz, erős katonai gép volt, de ezer faktor közrejátszhat abban, hogy miért veszik el éppen a felhajtóerő. Nem tudjuk, hogy ez most egy meghibásodás miatt volt, vagy bármi miatt. Különösebben nem veszélyes manőver, de nyilván gyakorolni kell. Ilyen magasságban, meg aztán a legapróbb hiba is, mint látjuk, nem ad esélyt arra, hogy korrigálj. A balesetben 4 megsérültek, akikre majdhogy nem rázuhant a gép. Híradónk megkereste a Honvéd Kórházat, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 2 főt láttak el súlyos égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A Híradónknak nyilatkozó szakújságíró arról beszélt, hogy az ilyen jellegű légiparádékat egy nagyon komoly nemzetközi tudásbázis alapján szervezik. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy noha ezek több évtizedes tapasztalaton alapulnak, 100%-os biztonságot még a teljes körű betartása sem garantál. Értem ez alatt azt, hogyha egy repülővel történik valamilyen nem várt eset, akkor azért nagyon sok múlik annak az esetnek a kimenetelén, és itt azért a véletlenek összjátékát nem lehet mindig csak és kizárólag szervezési eszközökkel befolyásolni. Az ATV Reggel is Tart című műsorában nyilatkozó légiüzemeltetési igazságügyi szakértő azt hangsúlyozta, hogy minden repülőgép baleset kivizsgálásának megvan a protokollja. Minden egyes légibemutatót a légügyi hatóság egyedileg engedélyez, ahol a bemutató programja részletesen le van írva, kockázatelemzés előzi meg, alsó magassági határok elő vannak írva, és a végrehajtható figurák elő vannak írva. Tehát ezt elő kell venni, meg kell nézni, hogy ha az történt, akkor jó, ha nem, akkor nyilván repülőfegyelmezetlenségről beszél. Megszólalt a Börgöndi Légiparádét szervező egyesület is. Közleményükben azt írják, szeptember 10-e már örökre fekete betűkkel kerül be a szervezet és a város emlékkönyvébe.